Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Átvilágítás. 5 évre visszamenőleg vizsgálják át a szexárdi önkormányzati cégeket. Illegális szemét lerakat, akár éveket is kaphat, aki otthagyta a veszélyes hulladékot. Halálos tűz Bonyhádon, a helyiek szerint gyilkosság történt, a hatóság cáfol. Sok a vadkár, Tolna megyében a 100 milliót is meghaladja a kifizetett kártérítés. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Független pénzügyi szakértővel világítatják át a szexárdi önkormányzatot, valamint a város cégeit és intézményeit 5 évre visszamenőleg. Erről is döntöttek az újonnan felálló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai. A bizottságban helyet kapó önkormányzati képviselők és külsős tagok szerint a város kiadásai túlzóak és a költségvetés nem kellőképpen stabil. Az újonnan felálló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai első ülésükön főként az önkormányzat, valamint a város cégeinek és intézményeinek költségvetésével és hitelfelvételeivel kapcsolatos napirendeket tárgyaltak. A bizottság tagjai ezzel kapcsolatban elsőként a város önkormányzatának gazdasági vezetőjét hallgatták meg. Szerintük erre azért volt szükség, mert túlzóak az érintett társaságok kiadásai. Csak bérre például évente 1,9 milliárd forintot költ az önkormányzat, az intézményei, valamint a cégei. Az éjjel a többség szerint ezen lehetséges, hogy változtatni kell a jövőben. Mondok egy tipikus példát, a könyvelést. Azért mindenhol ugyanazt kéne csinálni, vagy ugyanazt csinálják, ha mindenhol fölépítik ugyanazt a struktúrát, minden intézményben, minden cégben, meg az önkormányzatban, az nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony, de nyilvánvalóan többbe kerül. Nem biztos, hogy ez lehet, de mindenképpen kell ezzel foglalkozni. A bizottság tagjai egyhangulag döntöttek arról is, hogy független külső szakértővel világítatják át az önkormányzati cégek 2014 és 2019 közötti gazdasági és szervezeti működését. Szerintük túl sok a kiadás, és az érintett vállalkozások nem működnek megfelelő hatékonysággal. Az látszik, hogy az önkormányzati cégek vagy folyamatosan veszteségesek, vagy nagyon minimális nyereséggel dolgoznak, és ennek nyilván vannak okai. És mi szeretnénk egy jól működő cégstruktúrát létrehozni. Ennek az első lépése nyilván az, hogy meg kell nézni, hogy milyen hibák voltak a múltban. Emellett arról is döntés született, hogy 2018-tól kezdve havibontásban bekérik az önkormányzati cégek gazdálkodási adatait, valamint az idei évre vonatkozó üzleti terveket. Erre, mint mondták, a város költségvetésének idei tervezéséhez van szükség. A napirendi pontok között szerepelt a bizottság elnök helyettesének, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása is. Előbbinek a most külsős, korábban MSZP-s önkormányzati képviselőt, Mezei Lászlót, még utóbbinak a képviselőtestületben az Éjjel-Szekszárdot képviselő Illés Tamást választották. Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja a vevő, miből kereste meg a rávalót. Változnak a pénzmosásról szóló szabályok a héten. Január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél átvilágítás. A szolgáltató köteles ezt alkalmazni 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, írja a Napi Gazdaság. A korábbi 3,6 millió forintról 4,5 millió forintra emelkedik az értékhatár, és ebbe most már minden ügylet, a készpénzes, a kártyás és az átutalással teljesített ügyletek is beleszámítanak, ellentétben a korábbi csak készpénzes ügyletekkel. Az árukereskedők is kötelesek lesznek az ügyfél átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. 14%-kal emelik meg az egészségügyi szakdolgozók alapbérét. Az emelés a 2016-ban kezdődött több lépcsős béremelési program folytatása. A januártól esedékes béremelés 81 ezer szakdolgozót és 4 ezer védőnőt érint, fedezete 82 milliárd forint.
Karácsonyfa gyulladt ki Tamásiban, a Móricz Zsigmond lakótelep egy földszinti lakásában hétfőn. A tüzet a lakóknak sikerült eloltaniuk, ám közben egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásra azonban nem volt szüksége. A tűz megrongálta a lakás műanyag ablakát, amit a tamási önkormányzati tűzoltók bontottak ki, és további esetleges izzó részek után kutatva átvizsgálták az épületet. Tegnap volt ugye vízkereszt, a hagyományok szerint ekkor kell leszedni a karácsonyfákat, azonban sokan nem szedik még le, szeretnének még egy kicsit az ünnep hangulatában, illetve magában a karácsonyfában gyönyörködni, semmi baj nincsen ezzel, azonban elég sok idő eltelt már a kivágásuk és a feldíszítésük óta, úgyhogy legyünk fokozott figyelemmel, hiszen ez alatt az idő alatt már kiszáradtak a fák, és sokkal könnyebben gyulladnak lángra. Gyilkosság áldozata lehetett az az 58 éves férfi, akinek a háza tavaly decemberben leégett Bonyhádon. Legalábbis erről beszélnek a helyiek. A hatóságok szerint egyelőre nem merült fel az idegenkezőség, ám a tragédia kivizsgálása még nem zárult le. Jöttünk hazafelé a műfházba lévő sportbából. Szabadnapja végén hajnalban hazafelé tartva vette észre a fiatal rendőr, hogy hatalmas füsttel ég egy több lakásos sorház egyik lakása Bonyhádon, a Percelmor utcában tavaly decemberben. Azonnal odafutottak barátaival az égő ingatlan udvarára. Az ablakok voltak kitörve, a füst jött kifelé az épületből. A bonyhádi rendőr először betört egy ablakot, majd dörömbölni kezdett, hogy felébressze a bent lakókat. Később kikísérte őket az utcára. A tűzben egy 58 éves férfi azonban életét vesztette. Ő valószínűleg már akkor megfulladt, mire a rendőrök odaértek. Bár a tragédia tavaly decemberben történt, azóta is foglalkoztatja a helyieket. A városban azt beszélik, hogy a férfit meggyilkolták és aztán gyújtották fel a házat, de ezt az értesülést a hatóságok cáfolták. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője azt mondja, az eljárás jelenlegi szakaszában bűncselekmény gyanúja nem merült fel, és büntető eljárás sem indult, bár az igazságügyi orvosszakértői véleménye még nem készült el. A férfi halálának ügyében közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tűzeset, illetve a halál körülményeit. A tragédiát valószínűleg egy gyertya okozta, úgy tudjuk, a bent lakó férfi használta ezt világításra. A helyiek azt mondják, alkoholista volt, évek óta nem fizette a számlákat, ez miatt kapcsolták ki a házban a villanyt. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálat keretében vizsgálja, hogy pontosan mi okozta a tüzet. Veszélyes hulladéknak számító festékes vödröket és autókarosszéria elemeket dobott ki valaki a természetbe Faddomborinál. A szemétkupac ráadásul csak néhány méterre fekszik a szekszárdi ivóvízbázis egyik kútjától és a víztől. Az ügyben már nyomoz a rendőrség. Autólökhárító kárpitok és ülések, főleg ilyen tárgyak találhatóak a Domboriban lerakott hulladékkupacban. Az illegális lerakat csak néhány méterre fekszik a víztől, és még közelebb van a 2014-ben átadott szekszárdi ivóvízbázis egyik kútjához. A szeméthalomban ráadásul veszélyes hulladéknak számító festékes vödrök is találhatóak, amikből egy eső veszélyes vegyi anyagokat olthat ki. Amikor az illegális hulladékot valaki úgy helyezi el, hogy benne építési törmelék, különböző életre, illetve egészségre ártalmas tárgy is található, ilyenek például a különböző vegyszeres vödrök, vegyszeres flakonok, illetve a festékes vödrök például. Ebben az esetben büntető eljárás keretében fognak azzal az emberrel szemben eljárást indítani kollégáim. Vagyis a Domboriban kirakott szemét gazdája a kiszabható legsúlyosabb büntetésre számíthat, akár 5 év börtönt is kaphat. A rendőrség szóvivője a hasonló esetek elkerülése véget, azt tanácsolja, hogy mindenki használja az ingyen igénybe vehető hulladéklerakókat. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy számos olyan hely van Tolna megyében, ahol ingyen bizonyos mennyiségig leadhatóak ezek a hulladékok, úgyhogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A Domborinál kihelyezett szemét miatt már a rendőrség is nyomoz, az egyenruhások kedden helyszíneltek ott. Tolna megyében gyakori gond, hogy a vadak kárt okoznak a gazdálkodó kukoricájában, szőlőjében, sőt még a bekerítetlen kiskertekben is. Az állatok túlszaporodása miatt az utóbbi 2 évtizedben a térített vadkárok országos szinten 2,5 milliárd forintot tesznek ki. A legfrissebb adatokból kiderül, hogy Tolna megyében 104 millió forintot fizettek ki ugyanezen a jogcímen, ezzel országos szinten a 7. helyen áll Tolna megye.
körülbelül 8 éve lett bekerítve, és hát azért lett bekerítve, hogy a vadak ne jöjjenek be. És először azt gondoltam, hogy talán a borz, de hát lehet, hogy az is, de ezek a túrások, ez egyértelműen a vaddisznó kártevésére utal, meg az ilyen teknőtárs magának. Ezt mondja egy Szekszárdon élő tanya tulajdonos, akinek kertjébe és veteményesébe visszajárnak az őzek és a vaddisznók. A külvárosban élő lakóknak a szőlőrügyek megrágása, a nagytestű szarvasok taposása és a vaddisznók túrásai okoznak bosszúságot és jelentős kárt. A vadak túlszaporodása miatt az utóbbi 2 évtizedben a térített vadkárok összértéke országos szinten 2 és 2,5 milliárd forintot tesz ki, fejtette ki Király István vadkár szakértő. Ennek az az oka, hogy az elmúlt 10 évben rohamosan nőtt Tolna megyében a vaddisznók száma. 2010 és 2013 között, azaz 3 év alatt 64%-kal nőtt a számuk. Emellett a gím és dámszarvas túlszaporodása is jellemző, mondta Király István vadkár szakértő. Tolna megyében gyakori gond, hogy ezek a vadak kárt okoznak a gazdálkodó kukoricájában, gabonájában, sőt, még a bekerítetlen kiskertekben is. Elsősorban is, ez már régóta a vadgazdálkodás, mint szakmár nyomásként ott van a vállám. A nagyvadállománynak a csökkentése lenne az elsődleges feladat, illetve hát egy olyan állományszint elérése, amely ezt a problémát valamilyen szinten kezeli. Nyilván a mezőgazdasági vadkár, vagy akármilyen vadkár nullára nem csökkenthető, mindig is lesz, de az elviselhetőség szintjére csökkentés az egy elvárás lenne. A vadgazdálkodási adattár legfrissebb eredményeiből kiderül, hogy Tolna megyében 104 millió forint volt a mezőgazdasági vadkárok térítésének összege. Ezzel országos szinten a 7. helyen áll Tolna megye. Hagyományos disznóvágásra gyűltek össze a székelyek Bonyhádon. A hagyományőrzés mellett az összetartozás fontosságát hangsúlyozták a szervezők. Nem székelynek kell születni, hozzá kell lennie. A Bonyhádi Székelyházban összegyűlt közel 200 vendég számára ez a mondat jelentős igazságtartalommal bír. Ők a Bukovinai Székely Szövetség tagegyesületének tagjai, akik mindennapjaikban élik székelységüket. Bár az összejövetel helyszíne Bonyhád volt, a házigazdák ezúttal a Paksi szervezet tagjai voltak. Minden évben azért igyekszünk ugye mindig megszólítani más-más csoportokat, főleg más részekről tulajdonképpen, hogy azt az ízvilágot hozzák, és mutassák be számunkra, amit még úgymond ők is kaptak, örököltek. Ennek megfelelően a menü is úgy állt össze, hogy a csorba, a puliszka és a tokány az eredeti receptek szerint készüljenek. A hagyományőrzés mellett az összetartozás élményének megerősítése volt a cél, a vendégek között az Aldunai szervezet tagjai is szép számmal voltak jelen. Csernökeresztül, tehát Erdélyből is jöttek, Modé falváról is jöttek, és úgy gondolom, hogy tagegyesületeik is, szinte nem is tudom most már összeszámolni, hogy honnan vettek, Szekszártól kezdve nagymányok, tényleg mindenhonnan igyekeztek eljönni, és küldőteik jöttek. Az esemény ad is megfelelő alkalmat ad, hogy a közös dolgainkról beszéljünk, és megtervezzük azokat a lehetőségeket, melyek tovább erősítik a szövetséget, mondta Illés Tibor elnök. A szlovéniai Muravidék, a kárpátaljai Ungvár és Beregszász, a vajdasági Sándor egyháza, az erdélyi, illetve székelyföldi Mádé falva, Csíkcsicsó és Nyárádszereda érkezett Bonyhádra a szokásos évelei összetartozás kupa labdarúgó tornára. A Bonyhádra, Kakasra, illetve a környékbeli csapatokra épülő erős anyaországbeli csapatok egyike sem tudott ezúttal diadalmaskodni, az erdélyi Nyárádszereda több igazi kispályás specialistát is fölvonultatva megnyerte az idei tornát. Reggeltől estig patogott a labda a maga nemében speciálisnak nevezhető bonyhádi kispályás téli teremlabdarúgó tornán. Az összetartozás kupán, amelyen 6 anyaországbeli csapat és ugyanennyi az elszakított országrészek képviseletében lépett pályára a Bonyhádi Városi Sportcsarnokban. Ritkán jön össze az ilyen típusú, nevezzük országegyesítő tornákon, hogy valamennyi volt magyar terület képviseltesse magát. Kárpátalja sokszor hiányzik, de itt Bonyhádon 2 csapat is érkezett onnan, Ungvár és Beregszász, Erdély, Felvidék, Délvidék és még a Muravidék is jelen volt. Volt egy ungvári csapat, akik csak egy baráti társaság, egy tévéstáb összeállt és eljöttek, és ők viszont nagyon sokat kaptak, de jól érzik magukat, hiszen tegnap egy közös vacsorával kezdődött az esemény sorozat. A székely disznóvágás van, holnap elmegy mindenki haza, és kedden mi utazunk ki Madéfalvára megemlékezni. A nyárszeredaiak először jöttek, aztán gyorsan láttak,
és ha nem is olyan gyorsan, de magabiztosan győztek is. Továbbá játékukkal, elsősorban kitűnő futzálosaik révén közönség sikert is arattak az erdélyek, akik a döntőbe a megyei első osztályú csapatára épülő Alkul, vagyis Alakul névre hallgató csapatát Máté Róbert és társai győzték le 2-0. A Székelyföld Labdarúgó Akadémia hozzánk is becsengetett, mi is helyet adtunk neki, nekünk is van 7 korosztályos akadémiánk, és emellett ezek a fiúk a futszált is rendezik. A bronzérmek kakasra kerültek az idei összetartozás kupán, amely egyben a legendás kisdorogi, majd bonyhádi edző Losonci István munkássága előtt tisztelgő emléktorna is már évek óta. Regionális híreink következnek. Népszerű az elővételes autópálya matrica, rekord online eladás hazánkban. Börtön és kézilabda munkacsarnok 8 milliárdból, 2 nagy beruházás indult tavasszal Komlón. 130 pécsi zenekar 6 helyszínen, idén is megrendezték a Made in Pécs Fesztivált. Egyre kevesebben hagyják az utolsó pillanatra az autópálya matrica megvásárlását. Idén sokkal többen szerezték be az elővételi időszakban a jogosultságot, mint tavaly. A szakemberek kiemelik, az éves matricák január 31-ig érvényesek, így még van idejük azoknak is, akik eddig nem vettek matricát. Emellett az is fontos, hogy a díjak idén sem emelkednek. Ezen a felületen szoktam mindig megvenni, mert ide regisztráltam. Ez a fiatal lány már megvásárolta autójára az éves pályamatricát. Mint mondja, mindig odafigyel arra, hogy az elővételi időszakban beszerezze az újat. Én minden évben előre megveszem az autópályamatricát a következő évre, és ezt mindig online szoktam. Egyre többen szerzik be az éves matricát online felületen, de továbbra is vannak, akik még a benzinkúton vagy az arra kijelölt helyeken vásárolják meg azt. A 2019-ben megvásárolt autópálya matricák január 31-ig érvényesek. A 2020-ra szóló megyei és országos úthasználati jogosultságot azonban már most meg lehet váltani. Az elővételi adatok szerint minden eddiginél többen vásároltak matricát gépjárművükre, mint tavaly. Az éves országos és az éves megyei matrica az egészen január 31-ig érvényes, de ahogy az elmúlt 4 évben is most is meghirdettük az előértékesítési kampányt, ne az utolsó pillanatban menjen mindenki az ügyfélszolgálatokra vagy a benzinkutakhoz, tehát már most is megvásárolható a matrica, és az adatok azt mutatják, hogy nagyon népszerű ez az előértékesítési kampány. Lényegében a tavalyi évhez képest megduplázódott azoknak a száma, akik már jó előre megvásárolják a matricát, ami egy örvendetes dolog, és arra utal, hogy az emberek tudatosan gondolkodnak, előre gondolkodnak. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója azt mondja, azok az autósok járnak a legjobban, akik a NUSZ honlapján vásárolnak, hiszen ez teljesen ingyenesen használható. Akik valamilyen okos applikációban vagy más weboldalon, tehát nem a NUSZ-nak a weboldalán vásároltak, azok több mint 600 millió forintot költöttek kényelmi díjra, ami óriási összeg, ezt meg lehetett volna spórolni, hogyha nálunk vásárolnak. Az autópálya alapdíjai idén sem emelkednek. A személyautókra a 10 napos matrica 3500 forintba, a havi 5000 forintba, az éves pedig nagyjából 43000 forintba kerül. A megyei matricákért egységesen 5000 forintot kell fizetni. Nagy beruházások indulnak a Baranya megyei Komlón idén tavasszal. A 250 munkahelyet jelentő büntetés végrehajtási intézet és a kézilabdásoknak készülő munkacsarnok valósulhat meg a városban. Ezek a létesítmények 8 milliárd forintba kerülnek központi forrásból. Az elmúlt 4 évben egy 10 milliárdos fejlesztési csomag valósult meg a városban. Ennek kell folytatódnia, mondta a tájékoztatóján a kisebbségben irányító polgármester. Ezért mindenképpen szükség van a többség támogatására a komlói képviselőtestületben. Büntetés végrehajtási intézet, amely a tervek szerint 250 embernek ad munkát, a másik pedig a két szilvásban a kézilabda munkacsarnok.
Ez az a két nagy beruházás, ami kormányzati forrásból valósul meg Komlón. A két beruházás 8 milliárd forintba kerül. Az építkezéseket hamarosan kezdik a Baranyai városban. Derült ki hétfőn a Városházán a polgármester évindító tájékoztatóján. Mindkettő ugyanabban a fázisban van már jelenleg. Rendelkezik építési engedéllyel. Komló város önkormányzata átadta és birtokba adta állami tulajdonba a szükséges telket. Beszerzési eljárások folynak, és hamarosan a tervek szerint tavasszal indulnak a beruházások. A börtönépítéshez 5 hektáros területet adott a város. Polics József azt mondja, a kormánynál a terület országgyűlési képviselőjével lobbiztak, így sikerült a nagy beruházások megszerzése. Az a fejlődési trend, az a tendencia, ami elkezdődött az elmúlt 3-4 évben, az nem törik meg, hanem tovább folytatódik a 2020-as esztendőben is, sőt, az a 10 milliárdnyi fejlesztési csomag, amit összeraktunk erre a 4 éves ciklusra Polics József polgármester úrral, és a kormány támogatását is élveztük eddig, hiszen nem csak Európai Uniós, hanem magyar nemzeti forrásokról is szó van. Ezt még kiegészíti két nagy állami kormányzati beruházás. A fejlesztések megvalósításához kell a közgyűlési többség támogatása is, mondja a polgármester. Mint ismert, a fideszes városvezetőt 4 képviselő támogatja. A többséget adó Komló Összeköt Egyesületnek 7 testületi tagja van. Az elmúlt egy hónap munkája megmutatta, hogy a Komló Összeköt frakció a városért, az itt élőkért dolgozik, válaszolt a kérdésünkre a frakcióvezető. Barbarics Ildikó szerint támogatnak minden olyan javaslatot, elképzelést, ami a Baranyai város fejlődését szolgálja. Ez bizonyítja a megalakulásuk óta végzett munkájuk is. Már kerültek pályázatok a testület elé, ami elfogadható és a város érdekeit szolgálja, természetesen egyöntetően támogatjuk. Azt gondolom, az eddigi tevékenységeink ezt alátámasztják. Ez a támogatás azonban nem jelenti azt, hogy Bologató Jánosként veszünk részt a pályázatoknak az elbírálásában, illetve azoknak a megszavazásában, mert mindenképpen a pályázatokat részletesen, azok körülményeit megvizsgálva kívánunk ebben részt venni, és a szavazatunkat adni hozzá. Mintegy 7000 ember látogatott el a Made in Pécs Fesztivál programjaira január 4-én. Idén már 5. alkalommal zajlott az egynapos rendezvény Pécs belvárosában, 6 különböző helyszínen. A fellépő 130 pécsi zenekar 20 perces mini koncerteken mutatkozhatott be a legkülönbözőbb műfajokban. 130 pécsi zenekar, azaz körülbelül 560 zenész állhatott színpadra az idén 5. alkalommal megrendezett Made in Pécs Fesztiválon. Január 4-én délelőtt 10 órakor kezdődtek a 20 perces ingyenes minikoncertek 6 helyszínen Pécs belvárosában. A rendezvény célja, hogy professzionális körülmények között biztosítsanak lehetőséget az amatőr bandák bemutatkozására. Jónás Gabriella ezelőtt Budapesten élt, nemrég költözött a Baranyai megyeszékhelyre. Horváth Alberttel közös duójuk a Gabó Akusztik is fellépett a fesztiválon. Szerettem volna azt a zenét, amit majd most itt hallani fog a kedves közönség és mindenki, aki itt marad, egy kicsit közelebb vinni a magyar fülekhez, és ez pedig az a szólos, R&B-sebb, fekete zenei vonal, és az Albival pedig gyakorlatilag egy-másfél éve zenélünk együtt így ebben a formában, mert hogy előtte egy gitárosom volt igaziból. A változatosságot a műfaji sokszínűség is garantálta, hiszen az akusztikus gitárdallamoktól a népzenén át még a metal stílus képviselői is bemutatkozhattak a pécsieknek. A főszervező azt mondta, az idén minden eddiginél több zenekar lépett fel, de a közönség is szép számmal érkezett a koncertekre. Pontosan ezt nem tudjuk számolni, mert ugye reggel 10-től hajnalig ingyenesen zajlanak a rendezvények külön, tehát jegy adatokat, azokat nem látunk, de számításunk szerint legalább 6-7000 ember részt vett. Itt nagyon örömmel láttuk, hogy már reggel 10-kor a 6 helyszínből 4 teltházzal működött, és tényleg szinte minden napközben is nagy látogatottság mellett zajlott, este pedig megint teltházak voltak mindenütt, úgyhogy nagyon jól sikerült, örülünk neki. Az 5 év alatt nem csak új, hanem visszatérő zenekarok is felléptek a rendezvényen. A szervezők a jövőben is szeretnék folytatni a Made in Pécs Fesztivált, akár új, akár már ismerős bandákkal a zenészek soraiban. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Átvilágítás. 5 évre visszamenőleg vizsgálják át a szekszárdi önkormányzati cégeket. Illegális szemét lerakat, akár éveket is kaphat, aki otthagyta a veszélyes hulladékot. Halálos tűz Bonyhádon, a helyiek szerint gyilkosság történt, a hatóság cáfol.
Sok a vadkár, Tolna megyében a 100 milliót is meghaladja a kifizetett kártérítés. Szerdán reggel lehet párásság, majd kisüt a nap, de időről időre mérsékelt felhősödések zavarják a napsütést. Éjszaka csillagfényes, hideg, fagyos idő lesz. Csapadék nem várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!